Szobrot állítottak Szent II. János Pál pápa tiszteletére Tótfaluban. A pünkösd vasárnapot megelőző szombaton leplezték le és áldották meg az alkotást a helyi templom udvarában. A településen egyúttal pünkösdi rózsa és virágfesztivált is tartottak. Az esemény rózsakötéseti nemzetközi versennyel kezdődött a helyi általános iskolában. Amíg a résztvevők dolgoztak, a falu templomában ünnepi szentmisét tartottak, amelyet Orlando Antonini pápai nuncius celebrált. A magasrangú egyházi méltóság azért tisztelte meg jelenlétével az alig 650 lelket számláló kis közösséget, mert a program keretében a térségben elsőként Tótfaluban avattak szobrot Szent II. János Pál pápa emlékére. A helyiek mélységesen tisztelték a lengyel származású pápát, ezért büszkék arra, hogy elsőként éppen az ő kicsiny falujukban állítottak méltó emléket a katolikus egyház egykori vezetőjének. Természetesen hatalmas dolognak tartom ezt a dolgot. Remélhetőleg sokan meg fogják majd csodálni Szent II. János Pál pápa szobrát. Hát mindannyian szerintem a faluban, úgy, akik gyakorolják a hitéletet, és úgy, akik nem is igazán, nagyon tiszteltük a pápa személyét és azt a kultuszt, amit ő képviselt az egyház számára. Ez szerintem egy nagyszerű esemény, ami ugye az élet és a sors hozza, hogy mi se gondoltunk volna valamikor, hogy én szerintem van egy nagyszerű település, úgy Keszthelynek hívják, akik mint református gyülekezet, és másik János Pál pápa szobrát ajándékozzák Tótfalunak, tehát ez egy hosszabb kapcsolat már, a Falagó Zoltánon keresztül, ugye turizmuson keresztül is, és látjuk ugye a turizmuson keresztül, hogy hova tudunk eljutni. És azt hiszem, hogy egy olyan esemény, amire mi soha az életben nem gondoltuk volna, hogy Szerbiában először lesz másik János Pál pápa szobor avatása Tótfaluban pontosan. És én úgy gondolom, hogy ez mindjárt olyan dolog, ami így előre láthatólag még hosszabb távú dolgok elé mutat. Azt szerintem ugye láttuk, itt van a lengyel nagykövet, és én szerintem a következő dolgokban már nem csak, a következő időben már nem csak a magyarországi turistákról, Erdélyből, Felvidékről, stb. Ugye, akik jönnek, hanem már lehet, hogy a lengyel turistákról is fog szólni, ugye a falusi turizmus Tótfaluban majd. De én azt mondom, hogy a második János pápáról szólva, viszont tudjuk, hogy az egyháznak mekkora jelentősége bír, hogy ő pápaként mekkora dolgokat tett ugye az egyházért. A nuncius a misét követően Lengyelország belgrádi nagykövete és a szobrot alkotó művész társaságában leplezte le és áldotta meg Szent II. János Pál pápa templomkertben felállított mellszobrát. Az alkotás Túri Török Tibor magyarországi szobrász műve elkészítését keszthelyi katolikus és református hívők támogatták. Szép mives a foglalkozásom, a művészet ágában kicsi polihisztor, festek, grafikák, azon kívül szobrok a profilom, és verseket szoktam bírni, novellákat, ami még a nagy hobbim és kedvencem. Hát igazán sokrétű művészel van akkor dolgunk. Hát nem tudom, hogy ez a sok minden mellett Szent II. János Pál pápa szobrát készítette már korábban, vagy ez az első önnek is? Hát úgy történt, hogy a tavalyi évben keszthelyi kirándulócsoport érkezett ide a faluba, és nagy barátságot tettek szert itt a falu közönségével. Felajánlotta a Csótár András iskolaigazgató, hogy egy második János Pál szobron megajándékozza a községet, és így fogtam hozzá a műhöz. Mit lehet tudni a szoborról? A szobor spanyol művészagyagból készült, kültéri, 1200 fokon égetett művészagyag. Ezt a keménység a gránittal egyezik meg, és hát remélem örök darab lesz itt a faluban, illetve a délvidéken. Annyi ideig tartott elkészíteni? Hát kb. 3-1 hónap, utána jött az égetés, aztán a felületkezelés. Ennek a felületén van egy ilyen betonfesték, ráment aranyszín, és akkor van egy speciális marató anyag, ami visszamarja, és ilyen platinát képez rajta, és így a bronzhatás elérhető vele. A szoborállítás ötlete Faragó Zoltántól, a falu turisztikai megbízottjától ered, amit teljes szívvel támogatott Tótfalu katolikus plébánosa Utasi Jenő is.
A szoborállítás ötlete Faragó Zoltántól is, főtisztelendő Utasi Jenő atyától származik. Hogyan sikerült megvalósítani ezt a, ennek a szobornak a létrejöttét, amit ma gyönyörű szép körülmények között itt a templomkertben felavathattunk? Igen, hát ez egy nagyon hosszú történet, hogy hogy sikerült idehozni. Nagyon messzire nyúlik vissza, valójában Tóth József falu alapítóhoz, tehát ez az ő szellemiségének a tovább vitele, hogy ide kerülhetett második János pápának a szobra, Szent második János pápának a szobra, úgyhogy valójában ez teljes mértékben beleillik a falu szellemiségébe, adománygyanánt tudtuk ezt itt megvalósítani. Általában gyűjteni szoktunk a szobrokra, hiszen itt több köztéri szobrot közadakozásból tudtunk megvalósítani, illetve fölállítani. Ezt is szintén közadakozásból szerettük volna létrehozni, hogy János Pál pápa szobra ide kerüljön, de végül aztán egy fölajánlást kaptunk, és nem kellett rá gyűjteni. A méghozzá Keszthelyi baráti kör, illetve Keszthelyi Rákóczi Szövetség segítségével került ide hozzánk ez a szobor. Ennek a szobornak, ami a jövőjét illeti, természetesen más vonzata is lehet még. Turisztikai megbízottként, a falu turisztikai megbízottjaként nyilván az a gondolat is megfordult már a fejében, hogy ez majd vonzani fogja a hívőket, látogatókat, hiszen az első második János Pál pápa, Szent második János Pál pápáról készült szobor ez, itt nem csak délvidéken, hanem az egész országban. Így van, hát közel 100 kilométeres körzetbe ez az egyedüli János Pál pápa szobor, és mint tudjuk, János Pál pápa egy közkedvelt, tehát egy nagyon jó pápa volt, mindenki szerette, és a mai napig ugye a hívek őhozzá is imádkoznak, főleg, hogy szente is lett avatva. Nem volt valójában ilyen gondolat, hogy ezáltal be fog indulni a vallási turizmus, de van egy ilyen hozadéka is valószínűleg. Tehát nem is az a lényeg, hogy most itt jöjjenek az emberek itt megszállni, azért, hogy láthassák János Pál pápa szobrát, csak jöjjönnek el Tótfaluba, hogy lássák a tótfalusi összefogást, a tótfalusi csodát, ami délvidéken megvalósult. Tehát ez a lényeg, és János Pál pápa is segíteni fog nekünk, hogy ide csalogassa az embereket. Az adományozó keszthelyiek egy autóbusznyi küldöttséggel képviseltették magukat a tótfalusi eseményen. Nagy örömmel, nagy szeretettel, nyitott szívvel jöttünk Keszthelyről. Egy busznyi magyarországi barát ide a délvidékre, ahol szintén barátaink vannak, és már harmadszor vagyunk itt. És azért örülünk nagyon ennek az útnak, mert itt most már mondhatom, hogy tényleg elmélyült kapcsolatok és barátságok szövődtek, aminek eredménye ez a gyönyörű szobor is, amit szeretettel adományoztunk a falunak, és reméljük, hogy ezen a szép ünnepen együtt örülhetünk, és lesznek még közös programjaink. Nyárra várjuk innen Tótfaluból a filharmonikusokat vendégül, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jövőbemutató kapcsolat, és reméljük, hogy minden szépre fordul, és minden jó lesz. A fesztivál szervezése hónapokig tartott. Az utolsó hetekben mindenki talpon volt, és tette a dolgát, mondta el a helyi közösség elnöke. A környezetünkben már annyi sok dolog történik, fesztiválok, és hát általában a gasztró dolgok vannak most előnyben. Mi azt mondtuk, hogy ebben már nem, tehát nem is szándékozunk, és nem is tervezünk mi versenyre kelni senkivel, viszont van nekünk egy 30 év, 40 évre visszanyúló történetünk, amikor is volt egy rózsanemesítő itt Tótfaluban, az Olaj Imre bácsi, akinek 6-7 olyan rózsája van a mai napig levédve, hogy azok a rózsanemek csak ő általa vannak forgalomban. És úgy gondoltuk, hogy a hagyományokat próbáljuk, mint ahogy már a falunk életében sokszor megpróbáltuk ezáltal is visszahozni. Itt van közöttünk a Csikós Árpi, aki a biokertész és a biotenyésztő. Mindez mellett a virágtenyésztésben is nagyon komolyan kiveszi részét, és innen indult el, hogy akkor rózsa és virágfesztivál. Semmi olyan szándék nincs bennünk, hogy bárkivel, tehát itt Szőregre gondolok először is, hogy bármilyen versenyre kelljünk, mi a miénket szeretnénk létrehozni, ezt tervezzük most már évente megszervezni. Tótfalu már eddig is sokkal több köztéri szoborral büszkélkedhetett, mint sok nála lényegesen nagyobb település.
feltett szándékunk ezekkel a szobrokkal, hogy gazdagítsuk önmagunkat, gazdagítsuk a környezetünket, és hát mindezáltal a köztéri szobrok által a turizmusra is tudjunk úgymond ráhatni, és hát nem titkol dolog az sem, és ezen nem is titkoljuk, hogy ez a Szent II. János Pál pápa szobrával egyfajta vallási turizmus is meg fog indulni, amivel mi számolunk és ami elé állunk. A Pünkösdi Rózsa és Virágfesztivál rózsakötészeti versenyén, amelynek sikeréhez a helyi általános iskolások virágokról készült rajzaikkal járultak hozzá, részt vettek külföldi versenyzők is. Helyi kisebb virágkötő versenyeket már a korábbi években tartottunk, mindig nagy sikerrel. Hát a versenyzők azok vegyesen, tehát vannak a környező településeknek az egyesületeinek képviselői, illetve hát a testvértelepülésekről, Magyarországról, Szlovákiából, illetve Romániából, Erdélyből. Hát megkötés különös nem volt. Tehát ugye egyértelmű, hogy a rózsa viszi a főszerepet, bármilyen virág használható, nem kötött az, hogy milyen formában készül a munka, illetve hát az elbírálásban persze a kreativitás, az újítás és egyéb dolgok is szempontok lesznek. A település utcáin és parkjaiban több ezer rózsabokor pompázik. A helyi közösség is keresett egy olyan megoldást a virágosításra, hogy ne kelljen ugye évente telepíteni, ne legyen annyira igényes az öntözésre, és így tovább. Na most egy rózsatövet, ugye, ami egy fásszárú növény, ha kitelepítünk és megvigyázzuk az első évben, utána már csak gondozni kell és körbe kapálgatni. Tehát egy relatív egyszerű és szép megoldást tudtunk így találni. A virágkötészeti versenyen bemutatta tudását a Magyar Kanizsai Veszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ kertésztechnikusi szakának több tanulója is. A harmadikos Rekecki Katalin egyedi virágkölteményt készített. Szerintem egy esküvőre lehetne tenni teremdísznek, de nem oda, ahol vannak a vendégek, mivel túl magas, és akkor nem látnak át fölötte, de viszont egy olyan helyre, ahol csak úgy simán rá lehet nézni, oda lehetne tenni. Használtam hozzá liliomot, íriszt és rózsákat. A virágokat hozni kellett, vagy kaptátok? Hát én hoztam is, de viszont kaptunk is rózsát. Rózsafesztiválról lévén szó, az biztosított a szervező, hiszen ha valahol sok van, az Tóthfaluban tényleg sok van belőle. Mennyire nehéz és mennyi ideig tart egy ilyen kompozíciót egyáltalán kiötleni és megvalósítani, megcsinálni? Hát a legnehezebb az ötlet, azt mindig ki kell találni, és az nagyon nehéz, hogy minden egyes vásárra vagy akárhova különbözőt is nem minden napit kell csinálni. Az ötlet a saját ötlet, de viszont egy külső szemmel, aki nem ért hozzá, annak nagyon nehéznek tűnik, és nekem még könnyű, mert mivel tanulom, de amikor én kezdtem, így ránéztem, és akkor én is láttam, hogy úristen, ezt hogy lehet megcsinálni. És mikor eszedbe jut, hogy is nézzen az ki, azt próbálgatod lerajzolni, van ilyen valami előkészület, ehhez kell, vagy ahogy menet közben még plusz kialakul, az a végén majd olyan lesz? Hát lehet sokféleképpen, én mondjuk úgy szoktam, hogy megveszem a virágokat, és akkor otthon próbálgatom, hogy most hogy is kellene elhelyezni, hogy hogy lenne a legjobb. Mert hogyha most itt találnám ki, akkor nagyon sok időt elvinne. Harmadikos vagy, akkor nyilván gyakorlott versenyző is, gondolom több versenyen részt vettél már. Igen, nagyon sokan részt vettem. És eredmény? Hát nagyon sokszor lettem külön díjas, mert mindenféle nagyon különleges ötletét találtam. Kétszer lettem első, és most ez a... most majd kiderült. És a folytatást hogyan képzeled el ezzel a szakmával a kezedben? Mik a terveid? Hát most még van egy évem, ezt be szeretném fejezni, és akkor egy saját virágüzlet, vagy ilyen hasonló, hogy ebben a szakmában szeretnék maradni mindenféleképpen. A terveimben szerepel, csináljuk otthon egy üvegházat, és akkor saját magamnak termeljem, és aztán tudjam készíteni a virágkompozíciókat. Tóthfalu testvértelepülését, a magyarországi Tahi Tóthfalut ketten képviselték a versenyen. Mi ebben a felállásban most vagyunk itt először. Hát remélem, hogy majd még lesz lehetőségünk arra, hogy több ilyen rendezvényen részt tudjunk menni. Annál is inkább, mivel a szervezők hagyományosság kívánják ezt majd tenni, tehát folytatása következik jövőre, és remélhetőleg akkor is itt lesznek majd. Igen, mivel hogy Tahi Tóthfalu, ugye a testvér faluja a Totó Vasszeló, ugye a Tahi, ugye magyarországi Tahi Tóthfalunak, úgyhogy nagyon szeretnénk legközelebb is eljönni erre a versenyre. Hogyan, milyen szinten foglalkoznak önök ezzel a rózsakötészettel, tehát szakmailag, hivatásból, vagy pedig hobbiból?
neki van egy virágüzlete, úgyhogy hivatásszerűen foglalkozunk ezzel, igen. Mennyire nehéz ezt csinálni? Mennyire kell ötletesnek lenni hozzá? A kolléganőmre jobban tudna válaszolni, mert ő az igazán a szakmaveli. Ugyanúgy, mint minden szakmában, napi szinten fejlődnie kell, ugyanúgy a trendeket kell követni, és hasznosítani a kreativitásunkat. Azt szoktuk mondani, hogy elmegyünk a virágüzletbe, veszünk egy csokrot, na de ma már nem csak csokrot vásárol az ember, hanem ha valamilyen rendezvénye, ünnep, családi ünnep, vagy valami van, akkor általában valami kreációt, valami ötletes, szép dekorációt kér a virágüzletben dolgozóktól, a tulajdonosától. Hát mennyire divat ez, ha mondhatom így, vagy mennyire vált ez szokássá a polgárok, az emberek körében, teszem azt akár Tahitótfaluban? Jelentősek az esküvői rendezvényeink, ugyanúgy a szülinapi, névnapi csokor, igen, van jelentősége azért a csokor vásárlásnak, ugyanúgy Tahitótfaluban és a rózsa szerepének virágüzletünkben. Mennyire kell ez kreatívnak lenni? Hát teszem azt, gond nézni azt is, hogy hát ügyesebbet vagy szebbet kreáljak én, mint teszem azt a versenytársam, hiszen én nekem is eladó. Igen, elég sok virágüzlet található Tahitótfaluban, ezért is fontos az, hogy minél felkészültebben, minél mutatósabb csokrokat készítsünk el vásárlóinknak, amiért visszajönnek majd hozzánk újból vásárolni. El lehet követni a trendet, az európai vagy a szélesebb régiónk trendjét, lapokat, szaklapokat, stb. Kiállításokat? Igen, feltétlenül. Kellékekben is ugyanúgy kell követnünk a trendet. Drága a virágüzletet tartani ilyen szemszögből. Igen, igen. Nagyon sok a veszteség is emiatt. Inkább mindig a frissebb virágokat tartjuk, úgyhogy ami már nem friss, az kidobandó. Ezért sok a selejt virág. A virágüzletünkben ugye a rózsa se egy olyan tartós dolog, ami hetekig elállhatna, így sok veszteség van. És milyen reményekkel érkeztek Tótfaluba? Hát reméljük a legjobbakat. A kiváló házigazda hírében álló tótfalusiak ezúttal is bizonyították vendégszeretetüket. Ízletes birkapörköltel vendégelték meg a fesztivál résztvevőit, majd ünnepi felvonulást és művelődési műsort is szerveztek. Köszönöm.